Hogyha ezt a mérkőzés döntetlenre hoztuk volna, akkor valószínűleg elégedettebben ülnék itt. Abban a szempontból, hogy egy bonyolult első fél idő után sikerült egy két gólos hátrányt ledolgozni. Azonban a harmadik gól, főleg ahogy a harmadik gól összejött, az csalódottá tesz minket. Ez egy olyan mérkőzés, ami a tanulópénz kategóriába könyvelhető el. Ez főleg a fiatal játékosaim számára egy új szituáció, vagy nem egy megszokott szituáció, ezzel nekik is túl kell jutniuk, viszont túl sok idő nincs arra, hogy ezen a meccsen törjük a fejünket, hiszen szerdán a következő a következő, és minden látni lehetett, hogy sikerült ez a mérkőzésen egy kétgólos hátrányt is behozni, és próbáltunk végig előrefele támadni, és hát sok viszonylag sok helyzet is sikerült így is összehozni. Bizakodó vagyok ahhoz, hogy magasztusban tudunk majd a szerdai mérkőzésen pályára lépni és viszont a továbbításunkat. Karjával az értékeit idén teljesen másképpen látom. Együttesen kell nézni ezt az eddigi szezon részt, ahol voltak mérkőzések, ahol játszottunk, és hát valami igaz, hogy nem tudja hárman a mérkőzést. Azt elvesztettük, és ebben is az boldoggá minket a félékos lehetőség, de még semmi sem dőlt el. Úgy fontos a bajnokság, aki látja a tabellát, az látja, hogy még nem muszott el egész semmi. Másrészt arra is kell figyelni, hogy ezen a mérkőzésen is nagyon nagy erőfeszítést kell tennünk, hogy ezt a két bajnokságot behozzuk. Már szerdán is kell erőfeszítést tenni, hogy egy hátrányból visszajöjjünk. És ez mind a két alkalommal, még ha most ez a meccsen végül a végén nem sikerült megtartani, de azért sikerült behozni ezeket a hátrányokat. Úgyhogy még egyetlen semmi is lévő, hosszú még a bajnokság. Tudjuk, hogy honnan jöttünk, tudunk, hogy hova akarjuk menni, és igyekezzük ezeket a célokat arról is elérni. Hát, hogy minél több sikerélményt tudjunk ezen a szakaszban még behozni. Ugye, amit megintettem, ugye semmi nem dőlt még el, a videóton is döntetlen játszok Paks ellen, ugye hamisomosan játszok majd ellenük, és látni lehet, hogy most ez a mégsem sem egy romhalmaz ment ki a pályára, úgyhogy még semmi nem dőlt el, és nincs adjuk fel sem a mostani bajnokságot, viszont megjegyzem, hogy nem azzal az igényre léptünk fel a szezonon, és hogy dominálni akarjuk a bajnokságot, nem is lehet, hogy soha ez a célunk, de még semmi sincs jobban.